Bitcoin, Monero megvan? Hallgasd a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hajtja az új devizát. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk, mondhatnám annak, aki elaludt, például a műsorvezetőnek, és egy teljesen más szignált nyomott le, mint amit kellett volna, de hát ez nem baj. Ezért aludtam el, mert éppen posztoltam közösségi oldalunkra valami általam viccesnek vélt dolgot, amikor egyszer csak a kriptopédia szignál jött be, ami azért lepett meg, mert szerkesztőként nem értesültem arról, hogy esetleg ma kriptopédia rovat lenne, de most megnyugodtam, és kíváncsian ez csak, vártam, ez csak azért tudtam, hogy a Bitcoint nézed, azért volt a kriptopédia. De mi teljesen másról szeretnénk most beszélgetni, mint ahogy ezt beharangoztuk, az üzleti tanácsadók a civil szférában, ez a beszélgetés munka címe, mégpedig 2021 az önkéntesség magyarországi éve, és aki ebben segít nekünk, nem más, mint a KPMG junior tanácsadója, Takács Eszter, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Mit jelent az, hogy az önkéntesség magyarországi éve 2021, és hogy a civil szférába hogy kerülnek üzleti tanácsadók, és mit csinálnak? Az önkéntesség magyarországi éve egy nagyon fontos kezdeményezés, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen együttműködésre van szükség a civil és az üzleti szférában, és valójában nagyon egyszerűen megtalálható a kapcsolat, hiszen az üzleti tanácsadásból származó tudás a civil szektorban ugyanúgy beépíthető. Ha arra gondolunk, hogy a stratégiai megoldások, pénzügyi stabilitás kiépítése olyan, amelyeket az ügyfelek számára biztosítunk, kiegészít akár krízis kommunikációval, krízis menedzsmenttel, ami most a COVID-helyzet idején nagyon is aktuális, ezek mind olyan ismeretek, tudások, amik a civil szféra szervezetei számára hosszú távú működtetéshez nagyon fontos ismereteket adnak. Sőt, talán, hogy abszolút hiányoznak is ezek a dolgok, ugye általában a civil szférában nem a versenyszférához hasonlóan épülnek fel a szervezetek, hanem valamiféle elhivatottságból, valamiféle ügy mellé állásból, stb. Ott azért kevésbé fordul elő, hogy egy versenyszféra szemléletű menedzser, vagy tanácsadó, vagy kríziskommunikációs szakember kerülne az élvonalba. Ez így van, és főleg most ugye a COVID-helyzet idején nagyon sok szervezet ugye a digitális térbe szorult, mert nem tudják a személyes kapcsolatot fenntartani, és azért az alapjait a kezdve kellett újra gondolni a működést, és közben a forrásokból is hiány van, és ezért is van szükség arra, hogy egy új szemléletmódot, egy picit üzletiesebb szempontot beépítsenek a mindennapi működésükbe. Jó, ez egy érdekes kérdés lehet, hogy hogyan integrálód te junior tanácsadóként a KPMG-be a vállalati önkéntesség területén. Tehát, hogy ez hogy épül fel egy ilyen komoly nemzetközi szervezetnél, mint a KPMG? Hát én azon szerencsések közé tartozom, akik teljes állásban CSR szakértőként tudtak elhelyezkedni, és igazából egy kisebb csapaton belül a KPMG belső ISZ-t programját koordinálom, ebbe beletartozik az önkéntesség is, a pro bono szolgáltatásoknak a koordinálása, illetve az adományozás is. Pontosan úgy azt megemlítenem, hogy nagyon sokat változott a vállalati önkéntesség, sokan még máig a klasszikus tevékenységekre értik, hogyha egy kerítésfestésről van szó, vagy csapatítő programgyanánt, vagy az adományozás. Ez továbbra is létezik, de ma már sokkal többről van szó, mert a tudás alapú segítség a pro bono szolgáltatásaira inkább felértékelődik. És igazából mi is ezt hirdetjük, hogy jó példát tudjunk mutatni, hiszen ez egy olyan lehetőség, hogy megtaláljuk azt, hogy mitől érezzük magunkat hasznosnak. És ez egy nagyon fontos szemléletmód, nem csak a civil szektorban, hanem az üzleti életben is. És ugye a munkavállalók is, hogyha elégedettek, az ő tudásuk, tapasztalatuk az, ami tovább viszi a vállalatot, erre hosszú távon tud építeni, és egy önkéntes tevékenység, egy pro bono szolgáltatásban, pro bono projektben való részvétel, ebben nagyon sokat tud adni. Mit csinál a KPMG kollektívája, amikor önkéntes tevékenységet vállal? A
KPMG-ben 3 napot lehet önkéntességgel eltölteni, ez lehet személyes kezdeményezés, vagy pedig egy olyan program, amit a vállalat kínál, és ugye van nálunk is lehetőség klasszikus értelemben vett önkéntességre, de arra ösztönzük a kollégákat, hogy saját tudásukat, tapasztalatukat ajánlják fel. Olyan programokban veszünk részt nyilván, amelyek a profilunkhoz, KPMG profiljához illeszkedik. Számos pénzügyi tudatosságot erősítő programunk van, a digitális térben való eligazodáshoz biztonságos internet használt előadásunk van, de a kollégák részt vesznek klímainnovációs ötletek mentorálásában is, tehát elég széles skálán mozog a lehetőség. Nekem, bocsánat, én egy picit lovagolnék ezen a pro bónon, mert ugye tényleg nagyon fontos, amit mondtál, hogy az nagyon klassz és szép dolog, és jót lehet egy cégnek, hogyha közösen segítenek mondjuk felújítani egy épületet, vagy valami olyasmit csinálni, ami utána egy játszóteret létrehozni, de hogy ha a valódi szakértelmét használja ki az ember, a szakértő, és úgy segít egy ügynek, az azért valószínűleg többet lendít magán azon az ügyön. Hogy találjátok meg a megfelelő szakértőket a megfelelő feladathoz? Hát van már egy nagyon jól működő pályázati programunk, ez a Felelős Társadalomért program, ami már 12 éve működik, és ebben ezt a pályázatot hirdetjük meg a civil szervezeteknek, és ugye pro bono szolgáltatást, pénz és laptop adományt is kapnak, és már a kiválasztási folyamatban is részt vesznek az önkéntes kollégáink, és nyilván próbáljuk felmérni azt, hogy milyen pro bono szolgáltatásra van szükségük, még egy interjút is folytatunk velük a kiválasztás során, és így mélyen megpróbáljuk felmérni azt, hogy milyen segítségre van szükségük, és így már könnyen megtaláljuk azt a szakértelmet a házon belül is, hogy melyik üzletágból, melyik területről van segítségre szükség, legyen itt akár könyvvizsgálat, vagy pénzügyi stabilitást elősegítő megoldások, vagy pedig stratégiai tervezés. Az, hogy COVID-19-szel küzd a világ gyakorlatilag lassan egy éve, az változtatott itt a hangsúlyokon, a fókuszokon? Hát mi is home office-ból működünk lassan egy éve, úgyhogy a személyes kapcsolattartású önkéntesség az már az elmaradt sajnos, viszont mi is tudtunk a digitális térben szerencsére programokat szervezni, és a pro bono szolgáltatásoknak sem jelentett akadályt ez a típusú kapcsolattartás. Természetesen igyekeztünk azokra a szervezetekre figyelni, akikre több évre visszamenő kapcsolatunk már van, hogy nekik próbáljunk elsősorban segíteni, de itt azért a felelősségtudat megoszlott, hiszen ugyanúgy az üzleti közösség számára, vagy pedig a saját kollégáinkra is ugyanúgy kellett figyelni, és úgy gondolom, hogy ez a felelősségtudat, felelősségvállalás az, amire hosszú távon az önkéntesség során is szükség van. Az utolsó kérdés, hogy miért tartotta fontosnak a KPMG, hogy beleálljon ebbe a kérdésbe? Hiszen annyiféle területe van a CSR-nak, miért pont ez került most fókuszba? Egyre többet beszélünk arról, hogy küldetésvezérelt vállalat. Ez igazából azt a gondolkodásmódot tartja, hogy a fejlődés, a növekedés, a gazdasági növekedés elképzelhetetlen anélkül, hogy figyeljünk a természeti és társadalmi szempontokra, és ma már ebből indulnak az újabb innovációk, akár gondolunk így a pénzügy területére, oktatásra, egészségügyre, és azt is fontos szem előtt tartani, hogy olyan generáció lép a munkaerőpiacra, akik abban nőnek fel, hogy mennyire fontos a fenntartatóság és a felelősségvállalás, és ők is egy olyan vállalatnál szeretnének dolgozni, amely értéket teremt. És éppen ezért elkerülhetetlen, hogy egy önkéntes vállalást tegyenek a cégek, hiszen a tehetségeket úgy tudják bevonzani, hogyha számukra is olyan lehetőséget teremtenek, hogy tudják, hogy hosszú távon ők is értéket tudnak teremteni. Jó, nagyon szépen köszönjük, igazán inspiráló volt, és sok sikert kívánunk a megvalósításhoz is. Köszönöm szépen. Szép napot! Takács Eszterrel beszélgettünk, mégpedig a KPMG junior tanácsadójával azzal, hogy az önkéntesség magyarországi évében, ami 2021, mit tudnak csinálni, mit tudnak tenni az üzleti tanácsadók a civil szférában, és hogy egyáltalán mi az, amit jól tudnak ott tenni. Hamarosan a Cégenergia rovatunkban az olajipar veszteségeiről fogunk beszélgetni. Több minden érkezett a kedves hallgatóktól. Például
Azt írja nekünk Lőpapa, hogy Morgan, Rainman, kartársak, under or paper dog lettem. Ma nem kötelező, így nem biciklizem, sorry. És minden tiszteletem azoknak, akik tolják. Hát igen, én is szoktam így érezni. 4DX ez a mozi, András, ahol minden mozog, meg színes, szagos, meg jön a szellő, és stb. Úgyhogy izgalmas.